Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy havi jóslás szeptember hónapra. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért személyesen tőlem a díjam 4000 forint. Amire még felhívnám a figyelmeteket, hogy van egy akció jelenleg, ami ingyenes, e-mailen keresztül megrendelheted a te személyes szerencse számodat. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák szeptember hónapra. Első hét szeptember hónapban itt látható. Ez a torony jelenthet korlátozásokat, de ez elmúlik, hiszen itt látható, hogy előre mennek a dolgok. Ez a torony jelenthet egy hivatalos dolgot, vagy egy bírósági ügyet. Itt is lesz mozgás, rendeződik minden. Ami a munkát, a hivatást illeti, erre utal itt ez a három kártya, ahol az érmék láthatóak. Te itt nagyon jól dolgozol mesterien, mások úgy figyelgetnek téged, nagyon-nagyon kíváncsiak, de nem dicsérnek, hanem úgy kezelnek téged, mintha te egy diák lennél. Emiatt úgy korlátozva érzed magad a munkahelyen, holott itt körülötted úgy minden gyümölcsözik, kivirágzik. Az a baj, hogy összehasonlítod magadat másokkal. Ez itt látható. Ez a bokor itt fel van díszítve, mint egy karácsonyfa, itt ragyog minden, de ez nem a tiéd, hanem másoké. Ahol szerencse van, ahol mások boldogok, vagy megkapják az elismerést, vagy tehetségesek, és összehasonlítod ezzel magadat, holott te sokkal nagyobb vagy, mint mások, és ott van előtted ez az arany érem, de ezt nem látod. Oda kellene erre figyelni. Felvenni, megnézni, ez jelenti a te tudásodat, a te tehetségedet, a te értékeidet, a belső értékeket is. Ha ezt megteszed, akkor itt a gólyák utalnak már a változásokra, és megkapod itt az elismerést, hiszen ez a park jelenti azt, hogy mások észrevesznek téged, megkapod az elismerést, dicsérgetnek, lehet, hogy nem a munkahelyeden, hiszen ott láthatóak a hamis személyek, hanem az otthonodban, a környezetedben vagy a családban. Ez a könyv jelenti a tudást, a továbbképzést, de a zárkózottságot és a titkokat is. Lehet, hogy valaki a családban eltitkol előled valamit. Második hét, szeptember hónapban itt látható. A kassa el tudja távolítani a korlátozásokat, vagy lezár bizonyos hivatalos dolgokat. Amit a kassa még jelent, hogy valami olyan hirtelen történik, amikor nem számítasz rá. Itt lesz mozgás, vagy valaki közeledik hozzád, de szerencsét hoz. Itt vannak különböző lehetőségek, irányok, de az a fontos, hogy koncentrálj arra, ami tényleg fontos részedre. Itt ez a kehely jelenti az intuíciódat, vagy egy kreatív tevékenységet, az érzelmeket, és itt meg lesz a belső egyensúly, a harmónia. Itt van egy kis ünnepség, ez lehet egy meghívás is. Ha részt veszel ezen az ünnepségen, jót fog tenni neked. Itt a gyűrű jelent bizonyos kapcsolatokat, és a hold az álmokat, vagy az álmodozásokat. A hold jelentheti az anyai érzelmeket, vagy az anyukádat, a szülői házat, itt meg lesz újra a kapcsolat és a harmónia. Harmadik hét szeptember hónapban itt látható. Ez a férfi odafigyel rád, vagy ha te egy férfi vagy,
akkor látható, hogy ez a nő is feléd fordul. Itt meg lesz az élet erő, kitisztul valami, rendeződnek a dolgok. A múltban még zárva volt a szemed, és nem tudtad azt, hogy mi fog következni. Nem láttad az eseményeket, de most kisüt a nap, láthatóvá teszi ezeket a dolgokat, és ez a medve jelenti az élet erőt, vagy a belső erődet, a hitedet. Itt lesznek gyermekkori emlékek, vagy kapcsolatok. A múltban valaki megbántott téged, lesz újra közeledés. Keresi veled ezt a kapcsolatot, átnyújtja számodra ezt a kelyhet, de látható, hogy nem veszed észre, vagy még zárkózott vagy. És itt a világ jelenti a külföldi kapcsolatokat, ez lehet egy utazás is, vagy az a fontos, hogy a te környezetedben legyen meg ez a harmónia, ez a szépség, a szeretet, a szerelem. Utolsó hét, szeptember hónapban itt látható. Lesz egy hír, lesznek fontos döntések. Ez a levél, ez lehet egy szerződés is, ami útban van hozzád. Az utak is a döntésekre utalnak, hiszen elgondolkozol azon, hogyan tovább, melyik irányba. Itt voltak kihívások. Itt ennél a kártyánál láthatóak a félreértések, vagy viták, vagy veszekedések. De szerencsére itt vannak az egerek, mert úgy szoktuk mondani, hogy ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják ezeket a nehézségeket, lesz egy új tekintet, egy új irány, és itt látható egy új kezdet, amire a 10-es szám utal. Ami a családot illeti, vagy a párkapcsolatot, itt van a boldogság, a szerencse, egy másik életterületen, például a hivatást illetően vannak kezdetben még gondok, nagyon sokat kell cipelned, az is lehet, hogy sok a munkád, engedj valamit el, és akkor úgy könnyebben mennek előre a dolgok. Itt van ez a fontos döntés, itt az utak is erre utalnak, és akkor itt lesz mozgás, előre mennek az események. És ez volt a havi jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.